Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, a mai vendégünk Rajcsák Márk, 14-szeres magyar bajnok, a Magyar Fallabda Szövetség elnöke, akinek köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm a meghívást. Végre beszélhetünk arról, hogy nálatok is beindul az élet. Igen, szerencsére. Nyilván követtük a nemzetközi szövetségeknek az iránymutatását, döntéseit, meg természetesen a magyar kormánynak is és sok sportágban most azt látható, hogy a versenyzés az egyenlőre megengedett, úgyhogy ennek mi is örültünk nagyon, úgyhogy... Ez most egy fura időszak, ez a gyorsan-gyorsan csináljuk meg, mert most lehet aztán ki tudja, hogy mi fog következni. Itt próbál most mindenki bepótolni mindent, ami elmaradt az első hullám miatt, és nagyon gyorsan megoldani, hogy a második hullám még ne érje el ezeket a versenyeket. Ti hogy csináljátok? Mi az, amit é sikerül bepótolni, megcsinálni? Ez volt az egyik fontos része, amiért úgy döntöttünk egyébként, hogy a két hét múlva kezdődő egyéni országos bajnokságot egyfordulósra, az a selejtező nélkülire szervezzük meg. Eddig a hagyományok szerint úgy volt, hogy egy vagy két héttel előtte volt egy selejtezős hétvégénk. Most viszont annyira kiszámíthatatlan tényleg hétről hétre a helyzet, hogy ez is miatt döntöttünk úgy, hogy inkább egy hétvégés legyen, egy hosszú hétvégés. Úgyhogy a férfiaknál egy 64-es tábla, a nőknél egy 16-os táblával három nap alatt fogjuk megrendezni az OB-t szeptember utolsó hétvégén. És aztán terveztek még mást is, vagy pedig ez lesz az a verseny, amit most megcsinálunk ebben az évben, és aztán majd meglátjuk, hogy hogyan lesz tovább? A tavalyi szezonból elmaradt még a Pontos versenyek közül legalábbis a Senior OB, azt egy héttel ezelőtt sikerült bepótoljuk, ráadásul nagyon sikeres is volt a verseny lent mindenki nagyon jól érezte magát, úgyhogy ott lehetett látni, hogy mennyire örülnek a játékosok, hogy újra van versenyzési lehetőségük, és a következő pedig az OB utáni hétvégén a junioroknak lesz az ob -ja amit mindenképpen szeretném bepótolni, az ugye már szervezés alatt van. A versenynaptárunk az készülőben van, nem lehet tudni egyébként, hogy október-novembertől kezdve mi várható, de igyekszünk biztosítani a feltételeket a versenyzéshez. Mi a papírforma az országos bajnokságon a nőknél, illetve a férfiaknál? A nőknél nagyon, eh, bocsánat, a férfiaknál nagyon nagy esélyes Varkas Balázs, mivel nemzetközi porondon ő az egyetlen férfi, most itthon, aki nemzetközi porondon rendszeresen versenyzik. Jó, azt mondta, jó formában van, és nagyon felkészültnek érzi magát, nagyon motivált. El is hiszem, biztos vagyok benne, hogy a, ugye elég magas versenyszellem mellett megáldva, biztos, hogy hiányzik neki az, hogy versenyeken tudjon elindulni. Fél év az egy profi sportoló életében nagyon hosszú idő versenyzés nélkül, sőt, ez egy példátlan időszak egyébként most így a sportolók életében. Mi a hölgyeket látjuk most éppen náluk, mire számít az? Én náluk a csukvuhannát tartom a legesélyesebbnek, de, de nyílt lesz egyébként a a, 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 meccs közöttük a Csókási Gabi és a Kismáté Csenge, aki nagyon nagy kihívója bármi lehet egyébként köztük. Az nagyon nagy kérdés, hogy az elmúlt hat hónapban ki mennyire készült az óbéra, ki milyen formában van, ki mennyire éhes a sikerre, de azt gondolom, hogy ők ketten a legesélyesebbek. Hogy kinek milyen lehetőségei voltak, ez is egy óriási kérdés, hiszen sok minden be volt zárva itt az elmúlt hónapokban, sok-sok hétig, de mi van a fiatalokkal, mert nagyon sok sportágban az arról panaszkodnak, hogy a fiatalokat borzasztó nehéz a sportágak mellett megtartani, vagy volt nehéz ezekben az időkben megtartani, amiken remélhetőleg most már túl vagyunk, vagy egy rész a visszajelzések alapján mi is azt látjuk, hogy sok fiatal versenyző palánta ott hagyta, vagy csak átmenetileg ott hagyta egyenlőre a falad bízunk benne, hogy majd visszajönnek, ezt nem lehet tudni egyenlőre, de jelentősen visszaesett egyébként a forgalom. Az országos bajnokságnak azért lesz egy olyan fajta tétje, hogy a világjátékokra eh, ahhoz, hogy szabad jussanak játékosok, ahhoz ugye meg kell nyerni ezt az OB-t. Eh, mire lehet számítani a világjátékokkal kapcsolatban? Jelenleg úgy tudom, hogy ugyanúgy, mint az olimpia egy évvel csúszni fog, Amerikába, Birmingham városába készülnek megrendezni a világjátékokat, és igen, ez tény azzal, aki az OB-t megnyeri, annak lesz a legmagasabb esélye arra, hogy hogy a világjátékokon el tudjon indulni. Ez természetesen a jövő kérdése, hogy majd hány ország pályázik a szabadkártyákra, és hogy ott majd milyen esélyünk lesz. De az elmúlt világjátékok tapasztalatai alapján azt mondhatom, hogy jó esélyünk van, mert eddig rendszeresen sikerült elhozzuk az egyik helyet. Már, hogyha visszanézünk egy kicsit távolabbra a te pályafutásodra, amit ugye sokan úgy mutatnak be, hogy ez, a, ez az igazi, hogy is mondjam, profi és amatőr közötti állapot, amikor te magad csinálsz ugyan minden, de mindent igyekszel profi módon véghez vinni. Te vagy, aki versenyez, aki szerzi a szponzorokat magának, aki intézi a saját maga megjelenéseit és minden egyebet. Most elnökként gyakorlatilag minden apró kis részletét ismered pontosan ennek a dolognak. Mennyit változott a sporták helyzete az elmúlt húsz évben? A nemzetközi szinten jelentős mértében nem változott. Ezt értem úgy, hogy a pénzdiak olyan óriási ütemben a fallabdán belül sajnos nem növekedtek, a versenyek számai valamilyen szinten egyébként növekedtek, meg több országba játszák, többen játszák, de inkább azt mondom, hogy a szabadidős mint szabadidős sport fejlődött sokat a fallabda az elmúlt 20 évben. A versenysport részére én nem látom azt a hatalmas fejlődést, amit egyébként elvártam volna. Ez szerintem jelentősen a olimpiára nem bekerülés miatt van így sajnos, de azt látom egyébként, hogy amiatt, mert hogy a pénzgyak nem emelkedtek jelentősen, nagyon kevés játékos engedheti meg magának a világranglistáról azt a luxust, hogy nem segít be a pályán kívüli saját munkáiba itt tulajdonképpen egy 40-50 játékos az, aki jól meg tud élni a fallabdából. Világszint. De az, első, de az első tíz az, aki, aki mondjuk milliókat tud minden hónapba keresni. Tehát nem egy gazdag sportág, nem egy tenisz, nyilván nem egy golf, egy foci. Itt a játékosoknak jobban be kell osztani az idejüket, meg a pénzüket. Mi az út a következő időszakokban? És most nem rövid távon gondolkodnék, mert most megpróbálunk úgy tenni, mintha a koronavírus nem lenne, és nem befolyásolna negatívan a, a sportvilág életét. Ugye volt ennek a sportágnak egy Kaplárev József nevű elnöke, aki a mi kollégánk, aztán Elbert Gábor követte, akiről te sokat beszéltél, hogy abban például, hogy Magyarországon világversenyt láthattunk ebben a sportágban, ő neki nagy szerepe volt, meg hát valamennyire a te pályafutásodban is, és most te vagy az elnök. Mi az, amit az elődöktől tanultál, amit tovább kell vinni, és amit aztán a jövőre nézve szeretnél elérni? A szövetség két legfontosabb dolga az egyik a tömegbázis növelése, a másik pedig a, az utánpótlás támogatása. Hogy a segít közé. egyébként, hogy a szabadidősport terén a fallabda népszerűbb lett? Abból a szempontból nem, hogy a gyerekek körében nem olyan mértékben. Inkább a 20-as-30-as korosztály az, aki aki jelentős mértékben kedvet kap a, a fallabdához, mint szabadidős sport. A gyerekeket ennél sokkal nehezebb bevonzani. Egyébként emiatt építettünk most egy ilyen úgynevezett mobil pályát, már nem is egyet, ez a második a, a, a szövetségi. Ezeket visszük iskolákhoz, meg kinti rendezvényekre, nagy sportágválasztókra próbálkozunk. E, még tisztán emlékszem, egyébként én is, mikor Először lementem életembe fallabdázni. Borzasztóan nehéz volt engem is a, a négy fal közé beráncigálni. Hónapokat fűztek otthon a, a család, én nagyon foci párti voltam, és hónapokon keresztül próbáltak rávenni arra, hogy de igenis próbáljam ki, mert hogy tetszeni fog. Igazuk volt egyébként utólag, de azt gondolom, hogy úgy kívülállóként ez a négy fal között bemenni, egy kalitkába labdát ütögetni, ez lehet, hogy óckodnak tőle a gyerekek elsőre. De akik most 20-30-as éveikben vannak, hamarosan szülők lesznek, és hogyha ők szeret ezt a sportágat, akkor jó eséllyel majd a saját gyerekeiknek is meg akarják ezt mutatni? Igen, amennyiben a pénztárcájuk engedi, mert azért a fallabda nem egy olcsó sportág a mai napig sem, tehát az, hogy a gyerek felszerelését megvegyük neki heti rendszerességgel, sőt inkább azt mondom, hogy hetente legalább háromszor el kell járni fallabdázni, az nem egy olcsó dolog, és sok esetben, vagy nem sok esetben, minden esetben a csapassportágak ebből a szempontból előnyben részesülnek, mert az jó a kedvezőbb a gyereket oda beiratni, és 8-10-12 éves korban még talán egyik szülő sem úgy áll hozzá a gyerekéhez, hogy abból egy profi sportoló legyen, hanem az az elsődleges szempont, hogy ő mozogjon, jól érezze magát, és utána majd kiderül, hogy, hogy profi irányba szeretne elmenni, vagy sem. Az imént félresöpörtem a Covidot, de most azért térjünk vissza a valóságba. Te hogy érzed, hogy mennyire fogja befolyásolni a közeljövőteket, mindaz, ami, ami most a sport területén zajlik, és ami minden egyes sportágat érint? Én személy szerint abba bízom, hogy ez csak egy átmeneti állapot, vagyis hogy ezt is gondolom. Én szerintem még egy fél év, egy évig ennek lesz hatása, utána nagyon remélem, hogy ez, ez, ezt magunk mögött fogjuk hagyni, és utána újra beindul az élet, visszatér a régi kerékvágásba. Én nagyon meg lennék lepődve egyébként, hogyha ez, ez még súlyosabb lenne, vagy újra olyan szintű korlátozásokat kellene hosszú hónapokon, vagy akár éveken keresztül bevezetni, vagy hogyha ez lenne egy állandósult állapot, az engem nagyon meglepne, úgyhogy én bízom abban, hogy innentől kezdve egy fél év éven belül már minden jóra fordul. Legyen neked igazad, és legyen egy sikeres országos bajnokság most els elsősorban. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. A kedves nézőknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra.